Sziasztok, The Simsologist vagyok, és ez itt egy újabb rész a Rex to Riches című sorozatomból. Ne tévesszem meg senkit éppen a képernyő, ugyanis gameplay-jel fogjuk folytatni, viszont kamerán kívül készítettem nektek egy kis makeover-t a simemnek, ezt már régóta kértétek, és mivel az előző részben már gyűjtöttünk annyi pénzt, hogy a lakását is felújíthassam, ezért úgy gondoltam, hogy a kinézete is megérne egy kis frissítést, mert így már túl lepukkant volt a saját házához képest. Egyébként most egy másik szobából videózok, és lehetséges, hogy egy kicsit visszhangzik, ugyanis ez a lakásunkba a barátom bátyjának a szobája, aki most nincsen itt, viszont a barátom tanul, és azért nem akartam őt ezzel zavarni. Sajnos olyan, mintha ebbe a szobába sokkal hangosabb lenne az autók zaja, mint a másikba, amire azt hittem, hogy egyébként lehetetlen, és esküszöm, hallom visszhangozni a hangomat, de remélem, hogy ez titeket nem fog zavarni, illetve hogy halljátok rendesen, amit mondok, és nincsenek ilyen zavaró hatások, illetve hogy nem is lesznek. Na de nem is szaporítom a szót, megmutatom nektek Kaylin új ruháit, és mivel most már van pénze, nem minden kategóriába csak egyfajta ruhája van, hanem bizony kapott mindenhova bőséggel. Nem mindenhol van 5 különböző ruhaösszeállítás, van, ahol kevesebb van, hiszen például fürdőruhában igen ritkán láthatjuk Kaylint, hiszen nincsen uszoda a közelben, ahova elküldtem volna. Itt van az első ruhája, ami nagyon egyszerű, továbbra is a rohangáláshoz állítottam össze. A cipője nagyon hasonlít az előzőhöz, de egy kicsit már modernebb, újabb verzió. Ebbe fogja róni az utcákat és gyűjteni a posztereket remélhetőleg. De a farmerja nagyon szép, fehér, tiszta, és már alig várom, hogy megjelenjen a Laundry Day Stuff Pack, ahol majd moshatunk neki, és egyébként, hogyha ő most trehány lenne, akkor a ruhákat szétszórná, és abba találhatnánk egy kis zseppénzt, hogyha átkutatjuk, és az tök menő lenne, viszont ő nem az, és nem is akarom megváltoztatni a személyiségét, hiszen az csalás lenne, úgyhogy ezt a lehetőséget lehet, hogy buktam, de majd azért kiokoskodunk valamit. A felsője egyszerű fekete póló betűrve, nagyon illik hozzá, és imádom a tetoválását. Hupi, most kicsit eljöttünk innen. Szóval én nagyon imádom a tetoválását, és egyébként nagyon sok kritikát kaptam az első résznél, hogy a tetoválását, ezt szedjem le róla, én nem akarom, ez Kaylinnek a része, és emlékezteti rá, hogy honnan is jött, ugyanis akkor még nagyon kis lepukkant volt, és kíváncsi vagyok, hogy fog majd kinézni, amikor tényleg nagyon gazdag lesz, és ilyen Simoleon milliómos lesz, és ilyen konzervatív kis kosztümökbe fog öltözni, és kivillan alulra a tetkója. Ez olyan kis egyedi dolog, és én imádom. A haját megtartottam összefogottra, de már kevésbé slampos, kevésbé igénytelen. Látszik, hogy sokkal több időt fordított rá, mint az előzőre, és nem akartam kiengedett haját neki, mert valahogy egyik sem illett hozzá. Szeretem látni az arcát, mert Kaylinek tök szép arca van. Meg hát praktikusabb összekötött hajjal rohangálni a városba, hiszen Kaylin nagyon sokat mozog, bár ez a testalkatán mostanában nem látszik, de annyira nem vészes, még nem hízott el, nagyon sokkal durvábbnak képzeltem, mikor játszottunk vele. Na de, nézzünk körül, miket kapott még. A második összeállításban kapott egy szoknyát, ami hát nekem egy kicsit túl elegáns hozzá, de itt is nagyon tetszik, ahogy a tetoválás a kontrasztban van a stílusával, és sokkal elegánsabb a kinézete, mint amilyet egy tetoválás indokolna, vagy amilyet így előre jelezne. Az eredeti öltözékéhez illet sokkal inkább, tehát ahhoz a slampos, csöves, idézőjelben csöves kinézethez. A harmadik összeállításban pedig egy farmer-farmer kombinációt alkalmaztam, ugyanis nekem mostanában nagyon megtetszett ez a stílus, annak ellenére, hogy eddig úgy volt a köztudatban, hogy farmerhez farmert tilos felvenni, főleg nem azonos színű farmert, de engem nem érdekelt. Én egyébként a való életben tutira nem vennék fel farmert farmerrel, mert biztos, hogy nem találnék olyan jó összeállítást, mint ez itt, és olyan jól passzoló két farmert, mint ezek itt. De Kaylinnek nagyon jól áll, és akartam használni ezt a felsőt, mert én nagyon szeretem, viszont azért egészen nehéz kombinálni más nadrágokkal.
Na mindegy, ez volt a következő. Viszont itt is kikandikál a tetoválása, és imádom. Akármit mondtatok, én imádom azt a tetoválást. Jó, a negyedik összeállítás egy kicsit fura. Nem teljesen fura, és szerintem a barátom hallgatózik az ajtóban, mert még soha nem hallott videózni, de nagyon kis kíváncsi, úgyhogy fura. Na mindegy, ez az összeállítás a Bowling Night Staff Pack-ből van, és úgy gondoltam, hogy kényen attól, hogy most összeszedett egy kis pénzt, nem feltétlen lett hirtelen szupermodell, és szuper elegáns, és szuper divat tudatos, és nem annyira követi a divatot. És úgy gondoltam, hogy a stílusa valami ilyesmi lehet, de ennek ellenére nem mertem bevállalni, mint fő összeállítást, úgyhogy ez csak a negyedik helyre került. Egy kis tornacipővel ebbe is tud rohangálni, meg egy kicsit kivillan a pocakja, amire majd rágyúrunk. Az ötös összeállítás pedig szintén egy kicsit slamposabb, szintén egy kicsit kénesebb, fedezek be az S és S betűkbe. Túl sok van belőlük. Na szóval, ez szintén nagyon kényes, és nagyon sok mindent nem tudok hozzáfűzni. Nagyon laza, és egy kicsit ilyen tinisnek tűnik, szóval annyira nem a korának megfelelően öltözködik, de ez nem probléma. Egyébként úgy gondoltam, hogy mivel Kaylin lakása sötétkék és fehér, és javarészt kék, bár a hálószobája piros, azt még lehet nem láttátok az előző részben, mert sok mindent változtattam kamerán kívül, de ezeket is meg fogjuk nézni, amint itt befejeztük a körültekintést. Úgyhogy javarészt kék ruhákat választottam neki, és az elegáns viselet az, ami leginkább kontrasztot ad a tetoválásának, hiszen azért ez a ruha nem annyira illik ahhoz a tetováláshoz, de engem ez egyáltalán nem zavar. Ez az első számú elegáns ruhája, úgy gondoltam, hogy nem akarok neki olyan elegáns viseletet választani, amiről az sugárzik, hogy ő most milyen gazdag, hiszen ettől még azért nagyon messze vagyunk, nem kell átesni a ló túloldalára, szóval valamilyen középkategóriás megoldást választottam. Ez is egy sötétkék ruha, de egy kicsit elegánsabb az elsőnél is az a haja. Igen. Túl sok kommentárt nem igényel, ez egy kicsit visszafogottabb, kosztümösebb, jellegű, hivatalosabb, de talán még nem tűnik annyira gazdagnak benne, aztán ki tudja, mindenki eldöntheti magának. Van egy egyszerű fekete összeállítás, ami azért sokkal jobban illik az ő tetoválásához és a sminkjéhez is. A sminkjén is változtattam egy kicsit, de azt nem olyan sokat, hogy érdemes legyen rá szót pazarolni, és van egy ilyen fehér, ez sem olyan drága vagy fényűző. Sportos ruhának hármat választottam, és ugye Kaylin nem túl sokat szokott sportolni, viszont ezen muszáj lesz változtatnunk, hogy megtarthassa az alakját, és ne hízzon el nagyon. Ez az első szállítás teljesen kék, semmi extra, a második rózsaszín, a harmadik szintén kék, és ezeknél sem arra törekedtem, hogy a legdrágább, legtrendibb ruhái legyenek. Például az elején még nézelődtem nadrágokat és felsőket a fitness staff pack-ből, de azok túl ultra trendik voltak, és úgy gondoltam, hogy Kaylinhez ez nem illik, úgyhogy kevésbé divatos verziókat választottam. És hát jönnek a pizsomák, amik ugye nem annyira extrák, és nem annyira lényegesek, úgyhogy csak gyorsan megmutatom a három pizsomáját. Egyik sem túl extra, ez a kedvencem, mert ez illik ahhoz, hogy az a házban mászkáljon és reggelizzen, úgy se látom, hogy mi van rajta, hogyha az ágyban fekszik, ezért adtam hozzá papucsot is. És jönnek a parti viseletei, igazából ezek sem túl lényegesek, hiszen nem túl sok partira mászkálunk, gondolkoztam azon is, hogy lehetne úgy pénzt keresni, hogy mindig rendezünk otthon különböző partikat, például vacsora estet, és akkor teljesítjük az összes feladatot, és hogyha aranyfokozatot érünk el, akkor kapunk ajándékot, amit el tudunk adni, és abból pénzt tudunk csinálni, de sajnos magát az eseményt megrendezni gyakran drágább, mert be kell ruházni egy csomó mindenre, például kaját kell csinálni, és hasonlók, meg felfogadni
bizonyos embereket, például szakácsot vagy szórakoztató emberkét. Ez persze nem kötelező, de nagyban elősegítik az aranyfokozat elérését, ezért egy kicsit még hezitálok, hogy vajon ez mennyire éri meg nekünk. Tehát a parti ruhák nem annyira fontosak, ez az első, egy sötétkék, nem is annyira partinak való, kicsit olyan hétköznapi, de imádtam rajta ezt a ruhát, úgyhogy megmaradt. A másik egy szürke, kicsit elegáns, de mégis azért nadrág van rajta, nem nagyon tudok róla mit mondani. Ez is hétköznapi. Annyira nem adtam neki vadulós buli ruhákat, kivéve ezt, hiszen egy átlátszó betűrt ing van rajta, és egy szoknya nadrág, vagy nadrág szoknya, vagy ki tudja, hogy hívják ezt, de még ez is egészen elegáns. A negyedik pedig egy ilyen crop top szoknyával, szintén a sötétkék jegyében, az ötödik pedig szintén sötétkék és fehér, de sokkal egyszerűbb, kicsit olyan 60-as évekbeli. Ja, és a fürdőruhák már majdnem, azt hittem, hogy ennyi. Az első egy sárga fürdőruha, a második pedig egy sötétkék, mély meglepő, gondolom senki nem erre számított. Na de ennyi lenne Kaylin átalakulásából, ezek az új ruhái, remélhetőleg ezeket fogja majd variálni a játék során, ugyanis mindig véletlenszerűen veszi fel egyiket vagy másikat, kezdjük az elsővel, és menjünk, nézzük meg a lakását. Nos, itt vagyunk Kaylin lakásán, és gyorsan megmutatom, milyen változások történtek az előző rész során abból a sok-sok pénzből, amit idézőjelben találtunk. Szóval a nappalit nagyjából láthattátok, mikor elkészítettem. Nem szeretnék bemenni a Cinematic View modba, mert sajnos az nagyon lelassítja a játékomat, hogyha közben felvételt is készítek, szóval a laptopom erre még nincsen felkészülve, úgyhogy maradjunk ebben a módban, talán így is körül tudtok nézni. Ugye a nappal is sötétkék, és nincs benne túl sok cucc, de azért helyet kapott egy kis dekoráció, hogy ne legyen olyan unalmas az egész. Kicsit frissítettem a tévéjét, de azért nem nagyon, mert nem voltunk teljesen eleresztve pénzügyileg. Ami a legkirályabb, hogy például ezt a fotelt a flea marketben, vagyis a bolha piacon szerezte, úristen, mindjárt szülinapja lesz, és ezt beépítettük a lakásába. Ott ugye sokkal olcsóbban lehet bútorokat szerezni, és itt megy egy busz az ablak alatt, köszönjetek neki, gondolom ti is hallottátok. Na se baj, van itt egy tükör, ahol készülődhet. Feltételezem, itt készítette el az új összeállításait, és nagyon boldog az új külsejével, és naposzakat nézegeti magát. Én legalábbis tuti azt csinálnám, hogyha ilyen jól sikerültem volna csövesből egy viszonylag középkategóriás hölgyi fejlődnöm. Ez itt a konyha, szintén sötétkék és fehér, minden egyszínű, minden nagyon-nagyon passzol, minden nagyon össze van válogatva, nem mindig szeretem ezt a stílust, de most úgy éreztem, hogy ez illene ide, ugyanis gyakran szeretek egy kicsit játszani a színekkel, és mindent más színűre készíteni, de most ez nem így van. Itt a hálószobája, ami viszont piros, szürke és fekete, látjátok, ahogy ott átfestettem azt a falat erre a famintás tapétára. Ó, jaj, megjöttek a számláink, amiket valószínűleg nem fogok tudni kifizetni ebből az 53 szimoleonomból. Hát igen, 400 szimoleont kéne kifizetnünk az elkövetkezendő 48 órán belül, szóval Kaylinnek hamarosan neki kell állni a festeni. Tehát itt minden piros, szürke és fekete. Ezekből a lámpákból az egyiket azt hiszem, hogy a bolha piacon vásároltuk, úgyhogy ez is olcsóbb volt. Imádom azt a kis fairy lights, magyarul, várjátok, karácsonyfa égőket, vagy égősort, azokat nagyon szeretem, és ezek ilyen olcsó kis feliratok, amikből egy nagyobb falmatricát hoztam létre, és ezzel spóroltam egy csomó pénzt. Itt is kaptak helyet növények, hogy egy kicsit dekorálják a helyet, illetve egy szőnyeget is beraktam ide az ágy alá, és itt van a számítógépünk, amin könyveket fogunk írni, és remélhetőleg meggazdagszunk majd, és ide is került egy falmatrica. De most festenünk kell egy remélhetőleg minimum 400 szimoleont érő képet, és valaki azt említette az előző rész alatt, hogy a klasszikus az egész jól fizet, az absztrakt mellett, úgyhogy megpróbálkozunk most egy kicsi
klasszikus festményen, ugyanis nem maradt pénzünk nagy festményt festeni, de reméljük a kicsi is elég nagy kassza siker lesz, és közben figyelünk a növényeinkre, hogy velük is minden rendben legyen. Egyébként még annyit megcsináltam kamerán kívül, hogy Kénint elküldtem zuhanyozni és pisilni, illetve adtam neki ennivalót, hogy kicsit jobb hangulatban állhassunk neki ennek a résznek, ugyanis tudtam, hogy nagyon sok időt el fogok beszélni azzal, hogy bemutatom a házat és az új öltözékeit, és ez így is történt, már ismerem magamat, úgyhogy előre készültem, és nem történt volna semmi érdemleges a sorozatban, hogyha azután csak a szükségleteivel tudtam volna foglalkozni, úgyhogy most festünk egy kicsit. Az előző pár részben mindig azt tűztem ki célul, hogy mindig egy kicsit felújítom a házát, de most ez nem így lesz. Ezt a célt most nem tűzöm ki magam elé, hiszen most fejeztük be, és hát a jelenlegi célunk legyen inkább az, hogy kifizessük a számlákat. Ezért ez nem lesz egy túl mozgalmas rész. Mennyit ér? 375-öt az már majdnem, de még festenünk kell egyet ahhoz, hogy végleg ki tudjuk fizetni a számláinkat. Nem volna jó, hogyha kikapcsolnánk az áramot, mert akkor nem tudnánk könyvet írni. Úgy gondolom, hogy azt elkezdjük majd ebben a részben, de egyelőre a festés az, ami biztosítja a megélhetésünket, és hát ugye ebből van a legnagyobb jártassági szintünk, és emiatt ebből több pénzt kapunk egyelőre, mint bármi másból, de a hegedülést is szeretném folytatni, mert dalokat is szeretnék vele írni, és egy picit emiatt csalódott vagyok egyébként, hogy nem tudunk úgy megélni az utcáról, ahogy én terveztem, mert így már nem is teljesen city living, Rags to Riches az egész, hiszen úgy terveztem az egészet, hogy majd azokon a kis hordozható asztalokon és állványokon eladom a dolgaimat nagyon drágáért, és nagyon hirtelen meggazdagszok, és ennél sokkal gyorsabban sikerül pénzt keresnünk, de sajnos a Sims nem úgy gondolta, hogy ez az én sorsom, és állandóan keresztbe tett nekem, úgyhogy sajnos kénytelenek voltunk ilyen B megoldásokat keresni. És egyébként szomorú, hogy Kéni mindjárt fel fog nőni, idézőjelben fel fog nőni, hiszen már felnőtt. Még egyelőre csak idősebb felnőtté válik, szóval nem lesz öreg, de lehetséges, hogy ki fogom kapcsolni ebben a mentésemben az öregedést, csak azért, hogy befejezhessem a végső célomat, és végül is itt nem is teljesen az a lényeg, hogy egy szíméleten belül meggazdagodjak, mint az állat, hanem az a lényeg, hogy meggazdagodjak a semmiből. Wow, mestermű! Imádlak, Kérin! Emberek, újra gazdagok vagyunk. Na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy nagyon meggazdagodjunk, nem az a lényeg, hogy mikor, de inkább szavazásra bocsátom. Mondjátok meg a kommentekbe, hogy szerintetek csalásnak számít-e az, hogyha kikapcsolom az öregedést, bár egyébként James Turner, aki kitalálta ezt az egész Rags to Riches témát, illetve nem feltétlenül találta ki, de ő a Rags to Riches atya, aki minden egyes kiegészítőből csinált eddig Rags to Riches-t, és a világ összes fajta Rags to Riches-ét kipróbálta. Ő egyébként kikapcsolta az öregedést a szimeinél, szóval ő nem tartott a csalásnak. Igazából ő is elmondta, hogy ő úgy játszik, ahogy ő akar, az ő játéka, úgyhogy ő nem annyira engedett beleszólást, de azért egy kicsit mobilis volt ő is, és hallgatott a feliratkozóira, szóval én inkább kikérdem a véleményeteket, aztán majd eldöntöm, hogy mi legyen, mert egyelőre nagyon messze vagyunk a gazdagtól, és félek, hogy a felnőtt szím időszak nem lesz elég ahhoz, hogy megöregedjünk, illetve még ott van az időskor, de hát akkor már inkább élvezni kéne a vagyont, és szórni a nehezen megkeresett pénzt. Nehéz kérdés. Gyorsan elküldjük aludni. Imádom, hogy festett egy mesterművet. És miután felkeltünk, ne felejtsük el befizetni a számlákat, mert hát azért gürisztünk egészen eddig. Egyébként még nem jött ki a laundry day stuff pack, mikor ezt a videót készítem. Ma kéne kijönnie, és már tűkön ülök, minden ötödik percben frissítem az Origin-t, illetve kibejelentkezem, hogy legyen már ott a kiegészítő letöltésem, és készíthessek nektek kritikát, de úgy gondolom, hogy erre már csak szerdán kerül sor, mert egyelőre nem úgy tűnik, hogy elérhető lesz. Mennyit alszol még? Már rég kipihented magad. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy amíg erre várok,
Addig készítek nektek egy pár videót. Na, büszkén befizetjük azt a számlát, és úgy gondolom, hogy festhetnénk még egyet, csak hogy be legyünk biztosítva. Most úgy sincs annyira szükségünk semmire, mert mindenünk megvan, van egy tök király konyhánk, egy egészen király szobánk, és egy funkcionáló nappalink, ráadásul minden skill building tárgyunk is megvan, vagyis hát a jártasság fejlesztő tárgyunk, amire szükségünk van. Mondjuk beruházhatnánk egy jobb hegedűre, mert elég kis csumpi a már meglévő. Imádom azt a hegedűt. Minden egyes alkalommal nevetek rajta. A játékon pedig megakad néha, és ilyenkor csak reménykedem, hogy a hang az azért megmarad, és az továbbra is felveszi, és hallotok engem. Sajnos szokott cenzúrázni engem a játék, ami abból adódik, hogy a számítógépem nem annyira bírja elviselni, hogy egyszerre megy a Sims, és a háttérben a Bandicam nevű program, amivel felveszem ezt az egészet, és így ilyenkor a kezdeti időszakban, tehát mikor elkezdem felvenni, azért egy kicsit akadozik. Úgyhogy volt, aki azt mondta, hogy szerinte a YouTube cenzúrázik meg engem, de nem, mert mielőtt felrakom YouTube-ra a gameplay-eimet, mindig ellenőrzöm, hogy cenzúrázottak-e, tehát én már mikor felrakom, tudom, hogy cenzúrázva van, de sajnos nem tudok vele mit csinálni, úgyhogy ha ez a sorozat is cenzúrázódott, akkor kérlek értsétek meg, sajnos ez a helyzet, de majd, mikor végre új számítógépem lesz, akkor remélem, hogy ez a probléma kiküszöbölődik. Azt hiszem. Talán így kell helyesen mondani, de mit értek én hozzá? Eddig sosem sikerült rendesen beszélnem. Na nézzük, ez a festmény vajon mennyit fog érni, és egyébként kéne miért szomorú. Sajnos nincsen elegendő társasága, és már megint éhes. Én ezt nem értem. Az előbb etettem meg, vagy nem? Lehet, hogy már keverem a szezont a fazonnal, de tutira az előbb bevett. Gyanús vagy nekem, Kélin. Szerintem te hazudsz. Nem is vagy éhes. Nem mindegy. Sajnos ez csak, idézőjelben csak 609 szimoleont ér, azért nem 1200-1300, majdnem forintot mondtam, szimoleonos tétel. Na de se baj, gyorsan együnk valamit. Igen, már magadtól is tudod, hogy enni fogunk. Tök okos vagy, és nézzünk egy kis tévét, aztán lemegyünk, és ismerkedünk egy picit az utca népével, csak hogy jobban érezze magát. Mennyi ilyen pontunk van egyébként? Ezt már hamarosan elérjük, és akkor kapunk 250 ilyen pontot. Nem tudom, hogy hívják ezeket. Magyarul legalábbis. Hupi, nem ezt akartam, hanem ezt. És amire szükségünk lenne innen, azaz a Creative Visionary. Jézusom, angolul is meg kéne tanulnom beszélni újra, mert ez növeli az esélyt annak, hogy mesterművet alkossunk festésben, illetve írásban, és mivel az írásnak is neki akarunk fogni, ez mindenképp egy hasznos tulajdonság lenne. Szerintem ez lesz, amit először megveszünk, azon kívül pedig az Independent nevű tulajdonságra lenne szükségünk, hiszen ezzel a szociális szükségletünk kevésbé csökkenne, és kevesebb időt kéne azzal töltenünk, hogy Kélin felvidítsuk valamilyen emberi társalgással. Valaki azt mondta, hogy telefonálgathatna, de úgy gondolom, hogy a szemtől szembeni társalgása sokkal hatékonyabb, és hogyha már lejövünk, akkor learatjuk a posztereinket is. Őt még nem is ismerjük. No, hát ez öreg hiba. Gyorsan bemutatkozunk neki. Amint befejeztük az evést, és sajnos WC-re is kell mennie. Én ezt most így kitöröltem, ezt az interakciót, gyorsan barátkozzunk. Elvileg fel van pörgetve, de néha a játékom úgy dönt, hogy ő nem akar felpörögni. És majdnem, hogy normális sebességgel halad tovább. Amúgy most már nekünk is vannak, hogyha láttátok a Create a Sim modba ilyen öltözeteink, szóval mi is bohockodhatnánk itt az utcán pénzért, de az már túl alantas lenne hozzánk, hiszen most már azért feljebb léptünk a társadalmi
rang létrán, és messze vagyunk a rászorulóktól, akik pénzért kunyíznak az utcán. Beszélgessünk a szomszédságot érő változásokról, beszéljünk a legjobb hegedűs, és bármi, ami jól sülhet el, és összebarátkozhatunk. Egyébként ebben a részben is elmondom, hogy majd, amint elég gazdagok leszünk, és Kéli már megkereste a világ összes pénzét, akkor családot is fogunk alapítani, és majd, hogyha... Apá, ne veszekedjetek. És majd, hogyha jön egy újabb lehetőség vagy kiegészítő, amivel Rex Turicsi sorozatot tudnék csinálni, ami egyébként a Cats & Dogs kiegészítő is lehetne, az teljesen ideális volna hozzá, hiszen egy állatklinikával is megcsinálhatnám, de úgy érzem, hogy azzal már egy kicsit lemaradtam volna, ráadásul a The Sim Supply is csinál egy olyan sorozatot, szóval kicsit kopinak érezném, úgyhogy várok egy új kiegészítőre majd, és a gyerekeivel tovább folytathatjuk ezt a sorozatot, illetve ezt a kihívást. Nem megyünk el a Geekonra, bár ott nyerhetnénk pénzt, de sajnos múltkor sem nyertünk, hiszen Kaylinnek nem olyan magasak a videójáték jártasságai, hogy versenybe szállhasson az ottani, hogy mondják őket, kockákkal. Szóval egy kicsit hátrányos helyzetből indulnánk. Ups, nem dobjuk el, azt hittem, hogy át lehet kutatni egy kis plusz pénz reményében, hát ha találunk valami felújítós alkatrészt, de nem. Úgyhogy learatjuk a kis posztereinket, és remélhetőleg mindegyik 200 szimoleonos poszter lesz. Az ingyen pénz az mindig jó. Egyébként, amikor kicsi voltam, akkor mindig a nagymamám nyugdíjára mondtam, hogy ingyen pénz, mert mindig adott belőle fagyira pénzt, és egyszer ott voltam nála, amikor a postás hozta a nyugdíját, és mondtam neki, hogy mama, milyen jó neked, te mindig ingyen kapod a pénzt. Hát, amikor kicsi voltam, akkor nem tudtam, hogy ezért egyébként sokat dolgozott, de ők azóta is ingyen pénznek hívják a nyugdíjat, mert tetszett nekik, úgyhogy legalább ezért megérte. Ez csak ilyen fun fact, ami körbe mászkál. Jó, ezután hazaküldjük, és nekiállunk valami hasznosat csinálni. Például festeni még egy festményt, meg úgy ki is takaríthatna maga után. Mielőtt valaki megkérdezné a kommentbe, hogy miért nincsen pénz, kuka, olvassátok el a leírást, mert én többet ilyenekre nem válaszolok. Hú, valaki letöltötte egy házamat. Király. Jajaj, most már nem pörgetem fel, mert értékes időt vesztünk. Fess egy nagy klasszikus festményt, aztán pedig elküldelek fürdeni, és lassan talán vége is lesz ennek a résznek, mert nagyjából benne vagyok a fél órás időkeretben, amit így meghatároztam magamnak, mint részhozt. De azért megvárjuk, hogy mi sül ki ebből a festményből. Remélem, hogy valami szép, mert örülnék egy kis plusz pénznek. Egyébként egész jól állunk, mert ahhoz képest, hogy 63 vagy 53 szimoleonnal kezdtem ezt a részt, ahhoz képest ez az 1957 egészen sok, és ha már itt tartunk, eladjuk a posztereket, és akkor még több lesz. Sajnos ez egy gyér kis 65 szimoleonos festmény volt. Ez egy 120-as festmény, ami valamiért nem akart eladódni. Festmény, poszter. De hol a harmadik? Tutira hármat szedtem össze. Na mindegy, eladjuk a hógömböket is, mert sajnos ez az asztal sem működött múltkor, úgyhogy teljesen el vagyunk átkozva, és hogyha már itt tartunk, és ezek úgysem működnek, akkor eladom ezeket is, még akkor is, hogyha pénzt vesztettünk rajta, mert úgy érzem, ezekre többet nem lesz szükségem, és legalább egy kicsit bővítik a pénztárcánkat. Most viszont ellenőrzöm, hogy hol az a poszter, amit nem szedtem le. Ott van. Bár lehet, hogy a többi is visszajött. A többi is visszajött, úgyhogy akkor már leszedjük őket. De biztos, hogy az előzőnél is hármat mondtam. Maximum az történhetett, hogy véletlen eladtam kettőt, és észre sem vettem. Na de se baj.
Nézzük, amit most leszettünk, az mennyibe kerül. Ez egy 120 szimóleont érő darab. Nem rossz, de nem is a legjobb. Ez egy 120-at érő szintén. És azt hiszem, ez is 120-at ér, úgyhogy ez egy könnyed 360 szimóleonos bevétel volt, ami nem olyan rossz, és hogyha már itt vagyunk, kérlek én nyugodtan beszélgess valakivel. De ne nézd azt a szobrot! Ha hallottátok a gépem hangját, akkor ez az volt, hogy a víruskeresőm ellenőrizte a dolgokat, és úgy döntött, hogy az én gépem biztonságban van, bár néha nem tudom, hogy igazat mond, de ez egy nagyon-nagyon fura néni. Hogy lehet olyan vékony csípője? Nézzétek! Nézzétek, milyen vékony! Jézusom! Te így tudsz élni? Minden esetre a helyében nem szülnék gyereket. Biztos nem férne ki. Na jó, mindegy. De miért mész el, amikor beszélgetni akarunk veled? Most Kilin elfutott ide, a csaj meg visszament oda, úgyhogy ez egy jó kör volt. Szépen kerülgették egymást. Na mindegy. Békén hagyjuk a fura nénit, beszélgessünk valaki mással, mondjuk ők itt tuti nem fognak elmenekülni előlünk, mert jól el vannak ott a kosárpalánknál, mondjuk. Ez nem éppen egy ideális sportruházat, hölgyem. A nadrága stimmel, de a felső... Én nem kenném össze, te értem, miért hordod, mutogatni akarod a tetoválásodat, ami... Miért vagy mérges? Mérges emberekkel fogunk beszélgetni, az nem biztos, hogy jó lesz. Egyébként a Sims 4-ben egy kicsit javíthatnának az ilyeneken, hogy Kilinte most mit keresel ott? Jó, kapjuk el ezt a bácsit itt. Tehát javíthatnák egy kicsit ezeket a társas interakciókat, hogy ha már azt mondom neki, hogy beszélgessenek, akkor legyenek szívesek beszélgetni. Mert így tök jól elmennek egymás mellett, és nem csinálnak semmit. De úgy érzem, hogy Kélin befagyott. Úgyhogy inkább hazaküldöm, mielőtt éhen hal, és elalszik. És mindjárt megnézem, mennyi az idő, mert kicsit elvesztettem az időérzékemet. Gyorsan megetetjük, lefektetem aludni, és be is fejezzük ezt a részt, mert most már egy ideje azért játszunk, nagyjából fél órája. Azt mondja, hogy get leftovers. Aztán pedig aludjál egyet, és akkor reggel egy kis könnyed beszélgetéssel kezdjük majd a napot, valószínűleg, hogy ne legyél olyan szomorú. És akkor folytatjuk a pénzkeresést. Ú, de még itt van egy eladatlan festményünk, vajon mennyit ér? 686 szimóleont. És ezt is meg kell öntöznünk, mert mint a növényeket, úgyhogy ezeket előbb elintézzük, és aztán alszunk, és reménykedek benne, hogy nem fog összeesni a fáradtságtól, mire mindezt befejezi. Szerencsére kajálás közben is képes volt eladni a festményét, úgyhogy ezzel egy pici időt takarítottunk meg magunknak. Sajnos virágot öntözni nem tud kajálás közben, de megértem, én sem tudnék, és nem is szeretnék, úgyhogy nem várhatom el a szimemtől, hogy ennyire multifunkcionális legyen. Viszont már lassan befejezhetnéd azt az evést, mert úgy gondolom, jól laktál, de nem akarom megint megszakítani, ha egyél egy jót. Biztos jó így állva enni, mint a lovak. Na de se baj. Takarítani meg én fogok, basszus. Meddig tartott volna elvinni a mosogatóba? Rakjuk be oda. Eltakarítottam helyette. Viszont most jól oda vízel, úgymond a földre, úgyhogy ezt is takaríthatom majd. Sok gond van veled, Kényi, sok gond van veled, és még csak nincs is rendetlen jártasságod. A jártasságod, tulajdonságod, úgyhogy mi lenne, ha még az is lenne? Ez a ház egy disznóvallá válna 2 másodpercen belül. Problémám van mostanában a mással hangzókkal. Nem vagyunk jóban. Nem szeretnek engem. Na jó, most, hogy Kéni lefeküdt aludni, én úgy érzem, hogy itt az idő, elköszönöm tőletek, remélem tetszett ez a rész, és tetszik Kéni új külseje. Jaj. Szóval remélem tetszik Kéni új külseje,
és az új ház is, és az irány, amerre haladunk. Ne felejtsetek visszajelzést írni kommentben, hogy hogy képzelitek el Kaylin jövőjét, illetve hogy megállítsam-e az öregedésben. Most felveszek egy újabb részt, amit valamikor később fogok majd feltenni a YouTube-ra. Remélem, azt is megnézitek majd, de addig is legyetek jók, sziasztok!